Ismét egy Tycoon játékkal fogunk játszani, ami nem más, mint a Pet Tycoon! Kis állatokkal fogunk nem tudom mit csinálni, de itt van egy kis kaja! Amaga, ez mi? Ez valami nyúl? Ez egy Luffy nyúl! De mi balondog? Bocsánat, nem is nyúl! Ez a balondog! És a balondog így zabbant! Hú, de jó ízű! Várjál, itt gyűlik ez a pont. Aha, itt még ezzel tudunk vásárolni, és itt is megy. Várjál, ez akkor az, ami oda begyűlik. Hát ez tökre olyan, mint a kaka Tycoon. Oké, szépen gyűlik a pénzösszeg, és akkor ezzel tudjuk kivenni, és akkor fel tudjuk upgrade-elni. Bocsánat, így upgrade-elni level 1-ről level 2-re. Ami azt jelenti, hogy már 70-et fog kidobni magából. Yeah boy! Ezek ki is tudjuk venni, és akkor most hogyan tovább? Mi ez a három tojás hely? Kaptam három tojást? Ezek mik? És jönnek utána, mi? Micsoda? Menj már! Hülyeség! Most ugye az van, hogy ugye a petek helyett itt emberek vannak, és megvan a noob, meg a bacon. Ó, és 700-ba kerül, jó, hát arra még telik, itt vettünk utat. Jó, innentől jön akkor a neheze. Ez amúgy mit megszesz, hogy itt eszik, ezzel mit tudunk csinálni? Upgrade az mennyibe kerül? Azt mondja, hogy ó, bőven megvan. Ja nem, mert ez, de bőven megvan, ez is megvan. Ez fel lett tolva maxira, ez 200-ba kerül, jó, nice, ez meg 1000-be, kiveszük a dollárt, és ez most mi? Várjál már, ja, ez itt 50 is megy, meg 150. Meg mit tudom? Ja, hogy itt van a következő. Ja, értem. Hogy lett még egy akkora helyén. Fel kell maxolni, és akkor így már 260 jön össze. Hát ez így már azért nagyon sok pénz. Ebbe lehet haladni. Na ez nem olyan, mint a Puki szimulátor. Ebbe halad az ember. És lett megint egy bacon noobunk. Köszönöm szépen. És hol tudom ezeket a... Júj! Hát így meg lehet simizni. Hát ez nagyon cuki. Ezt a hülyeséget nem bírom. Nagyon baromság. Itt vannak a white pecek. Át lehet nevezni? Ja, hogy így, így. Ja, és akkor rename. És átnevezzük. Szalonna! Ő meg akkor noob. Várjál, akkor a noobnak legyen az a neve, hogy... Hogy... Bugya! Várj, miért nem tudom ezt visszatenni? Hogy ide kell jönni, és akkor így. Ja, értem. És akkor az ott eszik. Tudok még ilyeneket venni? Itt vannak ezek, meg ezek. Ez, várjál, hogy vegyem már ki a pénzemet. De ez Robuxba kerül, értem. Ez kerül Robuxba? Ez nem kerül Robuxba. Ebből is tudunk nyitni, és ez micsoda? Coin boost. Most nem kell nekem coin boost, köszönöm, nem kell. Ó, szépen épül-szépül itt a dolog. Oda néz, mennyi pénzt gyűjtöttük itt közül, és várjál, ezt is így le tudom ide tenni, hogy oda megy, és az ott ad valamit. Meg ő is ide tud jönni játszani, nézd, várjál. Ide jön, megnyomom, és akkor... És akkor itt játszogatnak a noobok. És ez is ad pontot! Oh my god! Mi ez az autó? És ez? Ide is lehet ilyen falat venni? Nem tudok beleülni, annyira jó lenne. Tudod, Golden Jeep? Ja, hát persze, hát ez nem úgy van az. Oké, és még ide is meg tudjuk venni ezt, meg ide is. Nem kell nekem a pénz. Hát ez szépen felépült, épült. Hát ez nagyon szép, csak kár, hogy azt a Golden Jeepet azt meg kell venni. Bár nem hiszem, hogy túl sokra megyek vele, de legalább azt is meg tudnám venni. És ez mi? By wall. Oh my God, és még helikopter is van. És ezek itt beülnek, akkor mi van? Én nem akarom, hogy bennüljön. Ide tudunk venni? Jó, hát akkor haladjunk. Ezzel is, fel kell upgrade-elni maxra. Kész is van, ezt is megvesszük. Halad, itt úgy haladunk, hogy az nem igaz. Oké, és ezt is megvesszük. És akkor mindjárt ezt is felupgrade-eljük maxra. Ide néz, na így most már mennyi pénz gyűjtök össze egy gyűjtőhelyembe? Kutyuska? De nem, ez ilyen izé-bizé. Ide is kell falat venni, meg ide is. Most már amúgy nem kell nekem a tutoriál, mert megy annélkül is ez. Ez még 5 perc. Van egy újabb szint. Mindjárt megnézzük, csak előtte még. Itt ezeket megvesszük ide a mindenféle szépítő, díszítő elem. Wow, hát ez meg mi? Ja, hogy ide lehet kódokat beírni. Ó, srácok, mit szólnátok hozzá, hogyha írnátok nekem kódokat ide ennek a videónak a leírásába? Hogyha ismertek ez a játékhoz mindenféle jó kódot, akkor írjatok már, és akkor beírni kódot. Ezzel segítve magunknak és a többieket is. Bacont szereztünk, köszönjük szépen. Valami más nem tudunk nyitni? Amúgy még az is, hogy átszkipeljen. Bird! És ez mit tud? Bird az most jó, rossz? Milyen most a bird, az mit tud? Hát ez a bird, ez nem volt túl combos. Na, a dog most már biztos tud valami jót. Aztán meg menjünk fel a lifttel. Várjál, itt van ilyen ajándék. Köszönöm szépen, meg itt a petnél. Dogó! Várjál, akkor a dogot, várjál, ezt vegyük ki, és ezt tegyük ide. És az, hogy nálam van a dog, az jelent valamit? Ide kellene tenni helyette? És akkor az talán több pontot ad, nem? Oda néz, így is van. Na nézzük meg, mi van a fenti szinten. Mi a szösz? Mi? Nem tudok felmenni, vagy ez most mi akar lenni? Ja, még ezeket itt fel kell fejleszteni, talán.
Úristen, van kocsi! Ha! Oh my god! Micsoda, be tudok ültetni? Mondjuk üljél be te, barátocskám! Oké, még ezeket itt megveszem, mert most már itt igen erőteljesen szeretné a játék, hogy ezeket megvegyem. De ezek csak ilyen díszítő elemek, nem? Oké, mindjárt megnézzük, csak... Hogy nézzem már meg. Micsoda! Micsoda, menj már, kis trabimmal tudok menni. Hát ez egy trabant. Te, hogy mennyire jól meg van csinálva ez a játék. Hát ez nagyon jó, és tudok autókázni, figyeld. És ez úgy a kocsi vezetés milyen zsírúj meg van csinálva. Opá, várjál, vissza kell szállnunk. Hát itt a kocsi vezetés az meglepően jól meg van csinálva. Hát én el vagyok ájulva. Hát figyelj, néhány kocsis játékban nincsenek ilyen jól megcsinálva ezek a dolgok. Oké. Na, így kiszálltam, és akkor ezzel meg vissza tudom ide teleportálni. Na, hát ez meglepően rohadt zsírú meg van csinálva. Tessék, még ide szeretnék ilyeneket vásárolni. Tehát akkor már ezeket is megvesszük, nem? Tessék, ezt is felfejlesztjük. Most már kezd fogyni itt az energy. Itt is le tudunk menni, zsír. Ezeket itt fel tudom szedni, köszönöm szégyen. Most már viszonylag sok van amúgy. Csak még akkor kellenének még a petekhez ilyen... Ó, köszönöm szépen. Na, hát akkor ebből fejleszünk. Oké, úristen, mekkora terület. Hú, de fura ezen járkálni. Ezeket is megvesszük. Ó, ide is be tudok tenni állatkát, várjál. Akkor betesszük mondjuk... 5? De jó! Milyen jó dolga van, várj, ezt is megveszünk, és ide is betesszük mondjuk 5. Így, és akkor ott játszogatnak. Nézzétek, milyen jól érzi magát! Tehát egyem a szívecskéjét megfele, és ez mi? Ide is tudok tenni egy állatot? Ez mire jó? Oké, van nálam egy laszta. Na, hát ezzel túl sokra nem megyek. Jó, köszönöm szégyen. És akkor ezeket is itt megvesszük. Oké, és akkor fel kéne upgrade-elni őket. 1000-be kerül, hoppá. Az már eléggé combos összeg volt. 200, 300, 700, 1000. A bakker, pont nincs meg. Ez a hoverboard. De mindent pénzért lehet, ne csináld már. Ez olyan igazságtalan. Ez 500-ba kerül, akkor ebből biztos jókat tudunk nyitni, nézzük, és amit nyitunk, nem más, mint... Party Bunny! Amúgy az, hogy itt vannak nálunk, az nem tudom, hogy mit akar. Party Bunny, ez jobbat hoz. Tessék, és akkor ide áttesszük a bacont. Méghozzá 5. És akkor már csak egy állatka maradt itt nálam. Ez így jól összefüggnek a dolgok ebben a játékban. Party Bunny, még egy Party Bunny. Oké, Party Bunny, az mindjárt veszünk még dolgokat, de egyelőre nyitunk még egyet. Az, hogy mellettem van, az nekem ad valami jobb dolgot? Fú, de rossz ilyenkor homályosan látni a világot. Oké, kifessük a falat. Várjál, akkor ezt is, őt is lecseréljük. Azt mondja, a kutya az 15, az egyen jobb. Oké, zsír. Amúgy ide nem lehet több állatot? Olyan jó lenne. Nem, helyette két állatka van itt nálam. És akkor vegyük meg még itt ezt. Mi ez? Pet slide. Oh my god, csúszda! Tegyük be a kutyuskát! Rá, nem is. Azokat, hogy nem tudom, hogy melyiket jelzi, hogy már benn van, vagy melyiket, hogy nincs. Júj, de jó! Hát ez nagyon zsírú meg van csinálva ez a játék, és ő is így gyűjti nekem a pontokat. Oké, ez mi? Oh my god! Lehet ilyet? Mi? És el tudom dobni neki? Menj már! Menj már! Hát ez de jó! Na de ez végre valami olyan, aminek így van értelme, hogy ez így meg van csinálva. Hát ez így nagyon jó. Hát ez nagyon királyú meg van csinálva, amúgy minden elismerésem a készítőnek, mert ez tényleg egy olyan játék, ami tök jól meg van csinálva, tök jól összefüggnek a dolgok, és nem érzem azt, hogy ez így ilyen kényszer cucc lenne. Oké, ezt is végre felupgrade-eltük, akkor erre is toljunk, amennyit tudunk, és akkor ez már nem jön össze. Szóval nem sokára lesz egy csomó pénzünk, most már azért eléggé sok van, és mit kell megvenni? Itt van, ezt kell megvenni. És akkor ide is beteszünk egy állatkát, mondjuk melyik az, ami még nincsen feladat alatt, mondjuk te, kedves Bacon Command, menjél ide be. Annyira rossz, hogy a Bacon karakter ugrálott amúgy, nem? Tehát annyira debil. Olyan fogykos. És megint egy konfetti dogot nyitottunk. Várjál, akkor sajnálom Bacon Command, de most a konfetti dog fog itt játszogatni, mert ő több pontot hoz nekünk. Hát ez nagyon zsír, nézek, hogy játszanak. Ide lent is játszanak az állatkák? Itt lent is játszanak. Milyen jó dolguk van, egyem a szívüket megfele. Oké, és nézzük azt, hogy ahogy 300-ig ez a hörcsög, vagy nem tudom mi ez, ez kéne, ez annyira... Annyira zsír, de hát nagyon kevés esély van rá. Még egy konfetti dog. Real, akkor lentihez is oda tesszük őket. Ide, ehhez a noobhoz, ezt kicseréljük, mert ez, ennek semmi értelme, hogy ez itt van. De csak ennyi játék lehet egyszerre. Hogy ugrál a lasztákban, ő itt homokozik. Hát ez nagyon királyú meg van csinálva. Ez tényleg úgy érzem, hogy ez egy ilyen nagyon zsírul elkészített játékocska. Ezt kivenném minden, köszönöm. És akkor még fejleszünk tovább. Itt az elevator. Meg itt vegyünk ilyen ablakokat is. Jó, hát a szavar meg lesz szerintem. Ez egész csak itt zabál. Érted? Ennek ennyi dolga van, hogy zabál. Amennyit csak bír.
Annyit zabál. Oké, és ezt is felmaxoljuk. Ígyni. Ígyni. Na, és akkor most már nincs se. Várni kell, de addig, amíg várunk, úgyis akkor nyitok még itt ilyen dolgokat. Ja, nem tudok nyitni dolgokat, mert 500-ba kerül egy. Hát pedig meg kellene lennie. És végre meg is van a következő szint. Hát erre vártam már mióta, és akkor most megint lenulláztam magamat. Viszont 5000-ből tudunk venni ilyet. Úristen, hát ez majd nagyon megköveteli. Oké, és ezt is megveszük. Hú, de magasan vagyunk már. De nézzük, milyen jól néz ki. S többieknek ő egy szinte feljebb tart már. Ő még lejjebb tart egy szinte. Az mi az a láda? Azt is csak ilyen pénzért tudom kinyitni? Ez mi? Oh my god, hát vannak ilyen ládák, és én meg nem jöttem ide kinyitni. Hát ez mekkora plusz volt amúgy? Ne csináld már. Oké, okay, hát nincs se, ide is meg kell venni ezeket a dolgokat. Jaj, ezt nem akartam megvenni, bocsánat. Ide is egy 74 000-be kerül, várjál, 42 000 ez. Jó, hát kell a money. Kell, oké, okay, és várjál, itt állatos cuccot nem tudunk venni. Ez mi? Úristen, ez megnöveli 15%-kal. Golden Confetti Dog. Nice job! Hát ennek nagyon örülök. Köszönöm szépen a pénzt. Jó, és akkor itt a konfekti. Tényleg itt azt az eget neki ez mennyit ad. Várjál, akkor ezt ide be is dobjuk, nézd. Akkor nem tudjuk a nyulat? 350-ért? 15%-et akkor az olyan epic cuccot fog. Várjál! Ebben el is tudom. Ne! Most elveszett a ne! A legerősebb petem elveszett! Amúgy nem az volt a legerősebb, hanem most már ez, de hát igazából most akkor ugyanott vagyok. Bakker! Erről nem volt szó, hogy ezt el is tudom veszteni. Hát ez nagyon nagy szívás. Én azt hittem, hogy ez... Meg tudom etetni a mával? A kis még... Miért ez a ronda rohangál velem, érted? Annyira csúnya szegény. Hát akkor vegyünk ide is ilyen dolgokat. Tessék. És akkor ide is tegyünk bele egy. Az a gond, hogy kellene még egyet próbáljunk már meg felfejleszteni, mert ez így nem állapot. Mondjuk ezt az egyszerű 7-es békönt nem jött össze. Akkor ezt a nubot. Várjál! Ja, hogy itt írja, hogy hány százalékot sikerül. Ja, értem! Ja, értem! Akkor a két békönt, na, ez se jött össze. De ez olyan rossz, hogy csak így kiírja, hogy hát összejön, vagy nem jön össze, és nem jön össze. Ez se jött össze. Á, de ez így annyira gonosz. Hát akkor nincs se, nyitnunk kell ilyeneket. Nice, kösz a malacot. Remélem malacom lesz akkor. Már úgy értem, hogy szerencsém. Oké, okay, és hogy tehénke. Jó, hát akkor ezekkel pótoljuk itt a dolgokat. Oké, okay, tegyük be ide a malacot. És akkor gyere te tehénke. Elvezetem a beacont. Oké, okay, ugrálnak az állatkák. Jó, itt minden rendben. Itt nincsen hely. Oké, okay, várjál, 5 tudom ide betenni, ugye? Így, és akkor szereznek nekem egy csomó pontot. Nice job. Még itt is felfejlesztjük ezeket a dolgokat. Ide is lehet egy állatot letenni. Várjál, ahhoz viszont nyitnom kell egy állatot, ahhoz viszont nincs elég állatkám. Úgyhogy ez így szívás. Szívás! Most vettem egy pár állatot, és akkor megnézem, hogy miből mennyi van. Az, hogyha ezeket a kutyákat összegyűjtjük, akkor is csak 75%, akkor még egyet kellene összeszedni, mert egy ad 15-öt. Aha, és akkor még szerezzünk ebből dolgokat, és akkor azokat tuti, hogy fel fogjuk tudni fejleszteni maxosan. Az, hogy megérje, az meg megint egy másik kérdés. Jó, Party Bunny. Akkor a Party Bunny-t is fel tudom fejleszteni, csak ebből még azért nyissunk egyet. Hát, ha beadja a nagy szintűt. Nem, Confetti Dog. Jó, akkor mind a kettőt fel tudjuk fejleszteni maxosra, hogyha minden igaz, és úgy akarja a jó Isten is. Oké, hát ezzel meglepődtem volna, hogyha nem jön össze. Confetti Dog, szuper. Köszönjük, Golden Confetti Dog. Oké, és akkor még ezeket is a nyuszikákat 100%-ra. Ennyi meg egy Bumbedly. Azt a mindenit, milyen Golden Party Bunny. Oké, és akkor melyik a Party Bunny, vagy a dog? A dog jobban megéri. Oké, jó, hogy játszogasson, és akkor vigyünk ide lentre is. Oh my god, kiürültek, mi ez a party rész? Most amúgy mindegyik állatka ugrál valahol, de pontot még itt se gyűjtünk olyan nagy üzemben. De még ezt megvesszük, meg még ezt is. És akkor így most már jók vagyunk. Jó, és akkor ebből is nyissunk még itt dolgokat, és akkor azokat meg egy szinten lejjebb visszük. Már lejjebb tudjuk vinni, mert ezek már eléggé magas szintű állatok amúgy, nem? Vásárolunk még egyet, de előtte szépen fejlesztjük ezeket. De ezzel, hallod, ezzel a játékkal úris, tehát ezzel napokat el lehetne tölteni. Hát ez nagyon jól meg van csinálva. Hát ez annyira satisfying érzés ezzel játszani. Csak így mész, fejleszgeted, cukik ezek a kis állatok. Imádom ezt a malacot, hogy alszik megállás nélkül. Hát ez nagyon zsír ez a játék, de komolyan. Láma szeme, láma szeme. Láma. Ó, de várjál, ezt ide nem lehet betenni, várjál. De ez nem tud csak 55-öt adni max. Akkor
nézd, ide, ezt kivesszük, és betesszük a lámát, mert itt a láma az ki tudja használni az egészet, látod? És tud maxot adni, és akkor gyere velem, malackomám. Akkor malacot meg ide lehozzuk, mert a malac úgyis csak 38, és akkor 38-at tud adni max. Erről van szó, lent amúgy varadtak még állatok? Hát végül is itt mennek, élnek. Na ezeket is itt upgrade-eljük. Ez már így azért combos összeg, hogy ezt így upgrade-elje az ember, hallod? Most ebbe öljük bele a maxi pénzünket, nem pedig petnyitásban, mert úgyse tudunk most a petekkel haladni, hiszen nem tudjuk letenni őket máshova. Sajni bajni. Na végre még egyet felmaxoltunk. Maxoltunk! Azt a mindenit, a következő szint, ez 1,98 millió kell. Várjál, akkor még egyet felszedünk. Ó, és ezzel mit lehet csinálni, vagy miért jelezte, hogy ezek zsírok? Ó, várjál, itt van még egy double coin. Ja, hát így is eléggé gyorsan gyűjtsük már a pénzösszeget. Gyűjtsük már! És 1,31 milliónál vagyunk. Ezt mindjárt meg tudom venni a liftet, de nem liftet akarok venni, hanem ilyen izét. De jól néz ki, ahogy jön a sok-sok pénz ide bele, pöttyan bele. Ha a valóságban ilyen egyszerű lenne pénzt gyűjteni, Isten milyen jó is lenne, csak így csöpögne bele a kasszába. Ennyi ott a szép, nézek, tele van coinokkal meg minden. Ennyire egyszerű lenne. Na és akkor ez is fel lett maxra update-olva. Szóval most már nehogy belemenjek, meg tudjuk venni ezt. És meg is lett a következő floor is ide, hogy ki tudjunk nézni. 10 000 kell. Oh my gosh! Oh my gosh, de legalább meg tudjuk venni itt az elsőt, amiből már 5 000 jön. Apá, nem kell, köszönöm. No, hát idáig jutottunk. Ez már itt azért már combos szint. Ide nézzetek, milyen szépen néz ki már ez az egész dolog. És hát én nagyon szépen köszönöm azt, hogy itt voltatok, hogyha tetszett nektek és szeretnétek látni folytatást, hogy építgetjük itt a saját állat otthonunkat, akkor nyomatok erre egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírást, és a nagyon menő mesés és zsidó vagy cuccokat be tudjátok ott szerezni, továbbá a Robloxon belül is be tudjátok szerezni ezeket a mesés és zsidó cuccokat. Köszönjük, hogy itt adtatok, sziasztok!